Leghamarabb pénteken érkezhetnek Izraelbe az első túszok a Hamász fogságából, közölte az izraeli nemzetbiztonsági tanács elnöke. Izrael megállapodást kötött a terrorszervezettel 50 túsz szabadon engedéséről, 4 napos fegyverszünet, izraeli börtönökben fogva tartott palesztinok elengedése és humanitárius segélyek fejében. Balázs és vendégünk folytatja. Így van, a közel-keleti konfliktussal foglalkozunk a következő percekben Kaiser Ferenccel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Néhány napja az Inforádióban azt mondta a tanár úr, hogy túszok elengedésért cserébe akár néhány napos fegyverszünet is jöhet Izraelben, ám ez nem változtat azon, hogy a Hamas a vereség szélén áll. Ugye ezt még azelőtt mondta, hogy megköttetett volna ez a tűzszüneti megállapodás. Miből gondolja, hogy a Hamas a vereség szélén áll? Azt lehet látni, hogy miután 3 hétig ment a vita azon valószínűleg az izraeli kabinetben, hogy bemenjünk-e szárazföldi erőkkel Gázába, vagy csak bombázunk, hogy ugye október 27-én megindul az átfogó izraeli támadás, és néhány napon belül elérik a tengert az izraeliek, tehát ketté vágták Gázát. Azóta Gáza várost, ugye ezt az északi részét az övezetnek, ami a Hamas központja, ugye az alagutak zöme ott van, a rakéták zöme ott van, a harcosok többsége ott van, azt már a tenger felől is bekerítették, tehát minden irányból, a tenger felől még lehetett valamennyire becsempészni ezt az erősítést, kimenekíteni az embereket, de most minden irányból izraeli erők veszik körbe Gázavárost, és ennek a területnek egyre nagyobb részét vonja ellenőrzés alá az izraeli haderő, ami amennyire látjuk, ugye mind a két fél úckodik attól, hogy veszteségi adatokat tegyen közre, de amennyire látható ugye a Hamas által feltöltött videókból is, hogy ha jelentős izraeli veszteségek lennek, jóval több sikeres videó, mint ilyen kilőtt harckocsikról, egyebekről szóló videó lenne, hogy az izraeli haderő ezt körülbelül eddig egy pár tucat halottból megoldotta. Tehát rengeteg alagutat megsemmisítettek, elfoglalták ugye az Al-Sifa kórházat, ahol a Hamas főhadiszállását vélelmezték, elfoglalták a Hamas parlamentjét, az iszlám dzsihád székhelyét. Tehát várakozáson felül gyorsan halad az izraeli haderő. Nyilván, ahogy szorul össze a Hamas által ellenőrzött terület, annál hevesebbek lesznek a harcok, de akkor is maguk az izraeliek sem gondolták volna, tehát amit eddig elértek eredményt, azt ők nem most arra várták, hanem december elejére. Tehát sokkal gyorsabban halad az izraeli haderő, és óriási veszteségeket okoznak a palesztinoknak. Az más kérdés, hogy sajnos a palesztin polgár lakosságnak még nagyobbat, mint a Hamasznak. Ennek a tűzszüneti megállapodásnak, amely megköttetett most, és 4 napra szól, ugye az egyik fontos elem a túsz kérdés. Ugye erről beszél most a sajtó nagy része is. Mennyi túsz lehet? Még ugye 50, illetve 150 főt engedhetnek szabadon ma reggel, ugye az első turnusa ennek a történetnek. Mennyi túsz lehet? Még ugye azt mondják, hogy például nem csak a Hamasznál lehetnek túszok, például, hanem akár az iszlám dzsihádnál biztos, is. Hogy vannak ott biztos, is, hogy igen. Vannak ott is. Szóval meddig mehet ez? Mert ugye úgy van, talán abba állapodtak meg, bár ezt nehéz ugye kibogozni a hírekből, hogy minél tovább tart a tűzszünet, meg tudják hosszabbítani, hogyha engednek el túszokat még pluszba. Így van, tehát ez az első 4 nap, ez úgy néz ki, hogy 50 túsz kell elengedni a terroristáknak, ugye főleg a Hamasznak, cserébe 150 olyan letartóztatott palesztint enged el Izrael zömmel Cisjordán területekről, akiket ilyen-olyan vádakkal, de nem emberölés miatt tartóztattak le, tehát terrorcselekmény támogatásáért letartóztatottat el lehet engedni, olyat, aki ténylegesen ember tölt, olyat Izrael nem hajlandó elengedni, és onnantól kezdve, hogy ez a 4 nap lejár, amennyire most tudjuk, 10 további, tehát Hamasz, ha minden nap elenged még 10 túszt, az még egy nap hosszabbítást jelent. Tehát napi 10 túszszal lehet, elengedésével lehet meghosszabbítani ezt a fegyverszünetet. Tegnap Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter Zürichben jelentette be, hogy 5 közül 3 magyar állampolgárságú túsz szabadon engedhet a Hamasz az ideiglenes tűzszüneti megállapodás keretében. Mitől függ az ő szabadon bocsátásuk? Ugye amennyire tudjuk, ők gyerekek. Ugye az édesapjukat meggyilkolták, ugye elvált szülők pont az édesapjuknál voltak szerencsétlenek, amikor ez a terrortámadás bekövetkezett. Ez sok mindentől függ. Ugye nagyon fontos, hogy a Hamasz nem uralja az övezetet. Tehát Oroszországban, amikor Moszkvába járt egy Hamasz delegáció, megígérték az orosz tárgyaló félnek, hogy az orosz
állampolgársággal is, ugye a túszok zöme az kettős állampolgár rendelkező túszokat, elengedik mind a nyolcat, ha megtalálják őket. Tehát, hogy szét van bombázva a kommunikációs hálózat, járhatatlanok az utak, az alagutak nagy része már beomlott, vagy kritikus állapotban van. Tehát a szervezet nyilván azokat a túszokat tudja elengedni, akiknek az őreinek tud szólni, hogy engedjétek el őket. Tehát sok mindent. Ennyire szétszórva vannak egyébként a túszok az a lényeg, különböző csoportoknak? Az a lényeg, hogy ugye a túszok biztosíték a Hamasznak. Tehát ha egy helyen őriznék őket, vagy néhány helyen őriznék őket, akkor lehetősége lenne arra az izraeli védelmi erőknek, hogy kiszabadítsák őket egy célzott akcióval. Meg ugye könnyebb is lenne megtalálni őket, szanaszéjjel vannak szórva, alagutakban, magáházakban, egyes hírek szerint mecsetekben is, menekültáborokban, tehát hogy, mert a Hamasznak ez tulajdonképpen borzasztó hangzik, biztosíték. Tehát a Hamasz alkú tárgyaként, alkú alapként használja ezeket az embereket. Gyorsan telik az időn, még két fontos kérdés a magyar túszokkal kapcsolatban. Mit jelent az, amit miniszter úr is hangsúlyozott, hogy hárman is azokzó a túszcsoportokba tartoznak a magyarok közül, akiket elengedhet a terrorszervezet? Mit jelent az, hogy olyan túszcsoportokba tartoznak? Igen, ugye a megállapodás tartalmazza azt, hogy az első körben a nőket, a gyerekeket és az időseket engedik el. Ugye ők három gyerekről tudunk, aki ott van, a gyerekek vannak a legelső csoportban. Ugye a Hamas jelezte, meg Izraelben is úgy vannak benne, hogy a felnőtt férfiak bármilyen borzasztó is azért valószínűleg jobban viselik azokat a megpróbáltatásokat, amivel ez a fogság, hát ez nem rendes hadi fogság jár, úgyhogy ők kerülnek utoljára szabad lábra, őket engedik el utoljára, már ha élnek, mert ugye a nagy kérdés az, hogy a papíron 240 még palesztin kézzel lévő túszból valójában hányan élhetnek még. Tehát hárman tartoznak akkor ebbe a túszcsoportba, a másik kettő túsznak, mi lehet magyar túsznak, mi lehet a sorsa, vagy ők mikor, őket mikor hát engedhetik, milyen feltételekkel engedhetik szabad? Attól függ, ugye itt ez a 10 napos, illetve 10 túszonként egynapos hosszabbítás, ez nem tudni, hogy mennyi ideig tartható fenn, mert itt tényleg a Hamasznak el kell minden nap engedni még 10 embert. Kérdés, el akarnak-e mindenkit engedni? Nagyon fontos, hogy ez nem egy állam, tehát lehetnek olyan kisebb sejtek, akik azt fogják mondani, hogy már pedig mi nem engedjük el a túszokat, mert ők a mi biztonságukat garantálják, tehát nem biztos, hogy bár a szervezet vezetése beleegyezett, tényleg minden túszt el tud engedni parancsra a mozgalom. Nem államokról van szó, itt azért rengeteg egó van, minden egyes regionális parancsnok egy kicsit önálló elképzelésekkel rendelkezik, sokkal nehezebb, mint egy jól működő, például európai államban, hogy mondunk valamit, és akkor az adminisztráció végrehajtja. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm.